Koncert után rögtön, Cigi, hogy éreztétek magatokat? Hát jól. Én fesztiválokon mindig az van, hogy nagy rohanás van koncert előtt és után is, hogy várnak már a többiek. De bent a hangulat jó volt teljesen. Most mi követi majd? Pihenés, szórakozás esetleg, vagy munka? Hát most éppen nem vagyok pihenőben, mert holnap megyek. Holnap játszom Ausztriában, innen kb. 500 kilométer, úgyhogy ja, nem fogok unatkozni. Mit kell tudni a legújabb albumról? Mit kell tudni? Hát meg is van egy jó pár régebbi szám, ami már más lemezeimen volt. Új feldolgozásban van egy pár új szám. Van az a magyar népdal, ami teljesen véletlenül olyan sikeres lett, hogy mindenki azt mondta nekem, az muszáj, hogy fent legyen.
és hát ilyenek vannak. De ez inkább egy kevésbé bluesos, talán a többiekhez képest, és nem is zenekaros, hanem ilyen vannak vendégzenészek, de a legtöbb az csak egy szál gitáros, és tehát főleg a dalok vannak a centrumban. Mondjuk el azért, hogy melyik ez a magyar népdal? Azt gondoltam, esőesik. Egy személyes kérdéssel hagyj zárjam el az interjút. Bajáról érkeztünk, úgy tudom, hogy sokszor fordultatok már meg Baján. Voltam én már párszor Baján, és jó emlékeim vannak. Valami egy emléket, egy személyes emléket esetleg? Hát jó halaszt létettem például. És volt ott egyszer egy sátor, gondolom a főtér, az egy nagy négyszegletes tér, és nagyon jó hangulat volt. Köszönjük szépen, és további sok sikert! Nagyon szépen köszönöm! You live or die if you're far open, you're still. I've got my own.